Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit ismételten egy One Streamen-es videóban. A videó előtt szeretném megköszönni a csatorna tagoknak a támogatást, hogy segítik a csatorna fejlődését, illetve a csatorna jövőjét. És nagyon szépen köszönöm Axi Pixelnek, Dávid Erdélynek, Dávid Vargának, Belixnek, László Lengyelnek, Levente Szolátnak, DRK-nak, Dóri 944-nek, Hundrévennek, Marics Josnak, Szabinak, Zoltán Hunyadvárinak, Sanyi 10-10-nek, Dávid Papnak, Robert Körösinek, Erik Nagynak, Bersohunnak, Trinasus Gaming Pubnak, illetve Tominak. Nagyon szépen köszönöm srácok, lányok, hogy támogatjátok a csatornát és a csatorna jövőjét, ezzel segítitek a munkásságomat, és tényleg nagyon szépen köszönöm a támogatást. Ha ti is szeretnétek csatorna tagságot vásárolni, a leírásra megtaláljátok, akár 200 forintért is tudtok, ilyenkor szerepeltek egy videó elején, illetőlegesen lesznek olyan szavazások, olyan videók, amit ti csatorna tagként előre láthattok. Illetőlegesen ha feljöttek a Discord szerveremre, és ez hozzá van társítva a YouTube a Discordhoz, akkor kaptok csatornatagrangot. Nem is húzzám tovább a szót, még egyszer nagyon szépen köszönöm a támogatást. Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, ebben a mai videóban pedig a deviánsokról fogunk beszélni. Láttam, sokan írogattátok live-ba, illetve már kommentbe is kérdeztétek, hogy nem-e csinálnék a deviánsokról videót, mondanám el, hogy mire jók, hogyan kell őket használni, illetve hogy mire kell odafigyelni. Most itt a videó elején viszont arra röviden azért kitérnék, hogy annyira részletesen ebben nem fogunk belemenni. Ugye nagyon sokszor mondtátok már videók alatt, illetve kommenteltetek már videók alatt, hogy nem nagyon megyek bele részletesen egy adott témában. Most ugye én szeretném bemutatni nektek, hogy a játékban mit és hogyan tudtok csinálni, amit ugye én felfedezek. Ebből következik az, hogy vannak a játéknak van egy sokkal mélyebb része, amit nektek kell megtapasztalni. Én segítek nektek abban, hogy mit és hogyan kell. Közben bocsánat, jött egy YouTube komment, azt nem pigyegett a telefon. Szóval segítek nektek abban, hogy bemutatok nektek egy bizonyos réteget a játékból, amit esetleg ti nem ismertetek, innentől kezdve ti azt tudjátok használni. Tehát bemutatom, hogy hogyan működik, hogyan kell használni, és ti azt a későbbiek folyamán tudjátok hasznosítani magatoknak. Az, hogy hogyan hasznosítjátok, miképpen hasznosítjátok, az teljes mértékben rajtatok áll, tehát nem muszáj engem szóról-szóra követni a videók folyamán, hogy én milyen buildet használok, vagy én mit csinálok a játékban. A játék baromira tág, értitek? Tehát orbitálisan sok lehetőségetek van a játék során. Én csak mutatok nektek trükköket, taktikákat, tippeket, amit tudtok használni a játék folyamán, hogy kicsit haladjatok jobban a játékba, kicsit jobban bele tudjatok merülni. És akkor nem is húznám tovább az út, a deviánsokról fogunk beszélni. Ugye a deviánsok ezek a kis ilyen vitrínben tárolható lények, illetve a táskádban tárolható lények. Nos, ugye nagyon fontos, hogy ezeket kizárólagosan csak is ilyen Securement Unitban tudunk tárolni. Ezt is nagyon sokszor megkapom streamekben, hogy tudok lerakni ennyit, mert hogy van, aki csak egyet tud, van, aki csak tizet tud, úgyhogy akkor így rögtön a videó legelején kitérnénk erre is. Ugye alapvetőleg neked ezt ki kell állokkolni, hogyha te ebből többet szeretnél lerakni. Ezt úgy tudod megtenni, hogy itt jobb oldalt bemész a Crandallbe, majd itt rámész a Mementixre. Itt pedig rákattintasz a logisztik fűre. Itt letekertek, és megkeresitek a Securement Unit Expansion Want. Ez annyit tesz, hogy ti innentől kezdve, hogyha ezt kiállokkoljátok, 10 darab ilyen vitrin tudtok lerakni. Ennek van egy következő verziója, a Securement Unit Expansion 2. Ez azt jelenti, hogy ebből már 20-at tudtok lerakni, hogyha kiállokkoljátok. És ez a max. Tehát ennél többet nem fogtok tudni lerakni, összesen jelenleg a játékban 20-at tudtok lerakni. Ugye megkülönböztetjük a deviánsokat, ugye van, ami a territorinkon, tehát a területünkön tevékenykedik, illetőlegesen van, amit magunkkal hozunk. Amit magunkkal hozunk, annak is van kétféle típusa. Van az egyik, ami harcol, tehát rendesen támad és megöli az ellenfelet, illetőlegesen van a támogató, ami valamilyen úton, módon támogat minket, mint például Hillel. Nagyon fontos az, hogy a territorinkon mi milyen deviánsokat használunk, hiszen különböző funkciókat töltenek el. Mint elmondtam ebben a videóban, részletesen nem fogok abba belemenni, hogy a deviánsokat például hol kell megszereznetek, hiszen akkor itt ülnénk napestig.
de egyébként legtöbbször például a boss fightokból tudjátok megszerezni. A gombadeviánst azt például nemrég mutatták meg a nézők, hogy el kell menni egy barlangba és gombákat kell szedni, vagy hát nem is feltétlenül kell elmenned egy barlangba, igazából gombákat kell szedned, és hogyha gombákat szedsz, akkor lehetőséged van megszerezni neked a gombadeviánst. Például a farkast egyébként a 40-es szintű farkas bossnál tudod megszerezni, hogyha megölöd. Ez vonatkozik például a slime-ra is, hogyha megölöd a level 10-es szintű bosst, azt hiszem level 10-es szintű, ebben nem vagyok biztos, akkor megkapod a slime bosst, slime deviánst, ami ugye hillel. Na most akkor térjünk is rá arra, hogy mire kell figyelni a vitrinnél a deviánsoknál. Most például megnyitom ezt a deviánst. Nos, a legelső és legfontosabb dolog az nekünk a skill rating. A skill rating függően attól, hogy az adott deviáns az ugye támogató, vagy pedig harci deviáns. A skill ratingnek az a funkciója, hogyha ez minél magasabb, annál jobban, hát ami neki a feladata. Tehát, hogy ugye ez most például egy teritori, ami azt jelenti, hogy a területünkön tevékenykedik. Tehát ez a skill rating minél nagyobb, a területünkön annál jobban látja el a feladatát. Ez a deviáns egyébként azt csinálja, hogy a területünk körül mászkálgat, és összeszed nekünk mindenféle dolgot teljesen random. Tehát ez a skill rating minél nagyobb, annál több dolgot fog nekünk összeszedni, annál jobban fogja ezt csinálni. Az activity ratingnek az a lényege, hogy minél nagyobb az activity ratingünk, a deviáns power, illetve a mood annál jobban regenerálódik. Tehát, hogyha ez egy elég nagy értéket képvisel, akkor pikpak regenerálódik nekünk a deviáns power, illetőlegesen a mood. A deviation traits-nek, hát ez egy fontos dolog egyébként, bár én ezt nem nagyon szoktam figyelgetni, megmondom az őszintét, én általában a skill ratingre megyek, aztán csókolom. Természetesen a skill rating és az activity rating, hogyha ez a kettő jól van kombozva, akkor elég durva kombókat tudsz összerakni, mint combatban, mint pedig territorin is. De a lényeg az, hogy a deviation traits-nek az a lényege, hogy minél több ilyen kis szemikont állokkoltok, vagy ilyen kis furcsa ikont állokkoltok, a deviánsotok annál több ilyen extra képességgel rendelkezik. Akkor tegyünk is át arra, hogy a Sacrament Environment az pontosan mire jó. Ugye itt látható, van nekünk három darab opció, egyébként ez deviánsonként eltérő, tehát mindegyiknél más. A lényeg az, hogy nektek lehetőségetek van a deviánsatoknak a vitrinjét komfortosabbá tenni ezáltal, hogyha ti ezt komfortosabbá teszitek, a deviánsatoknak a powerje, illetve a moodja gyorsabban fog töltődni. Most itt, mint láthatjátok, neki például kell egy red light, ami azt jelenti, hogyha fölé tesztek egy piros lámpát, akkor ő azt érzékelni fogja, és be lesz pipálva, és már is gyorsabban fog a deviáns power, illetve a mood töltődni. Tudtok lerakni neki tojt, amit egyébként például a kokáért bementek a escape-be, a season goals-ba, bementek a season shop-ba, bementek a phase 1-be. Itt például, hogyha megveszitek ezt a lámát, ez egy tojnak számít. Egyébként ezt a nézők mutatták meg nekem, mert én se tudtam, hogy például a tojt azt itt kell megvenni. És hogyha ezt a lámát megveszitek, és leteszitek ide mellé, akkor a tojt érzékelni fogja, és egyébként, hogyha ráviszitek a zegeret az adott red light-ra, vagy adott ilyen komfortosabbá tehető dologra, azt mutatja is, hogy mennyi százalékkal növeli, tehát ez a red light például 10%-kal növeli a moodot, illetve a deviáns powernek a töltődését, illetve tudtok lerakni például neki virágot is, tehát hogyha mondjuk a közelébe leraktok egy virágot, akkor plusz 10%, tehát összesen 30%-kal tudjátok növelni itt a power-t, illetve hogyha növelitek az activity ratinget, az lehet még több, illetőlegesen tudjátok refillelni, tehát a moodot átteszitek deviáns powerré. Én ezt nem nagyon szoktam használni egyébként, őszintén megmondom, nem is nem tudom, hogy mi az értelme, mert szerintem amúgy felesleges, de lehetőségetek van a moodját, tehát a kedvét az adott deviánsnak deviáns erővé átalakítani. Ha nagyon szeretnétek és lusták vagytok várni, akkor lehetőségetek van rá, bár
én a helyetekben igazából nem foglalkoznék ezzel. Ugye ez deviánsonként eltérő, tehát például neki piros light, ugye mint az előzőnek, na neki például loft temperature, tehát hidegre van szüksége, és itt van nekünk plusz egy nagyon fontos dolog, az electricity. Ez azt jelenti, hogyha nektek mondjuk van napelemetek vagy generátoratok, akkor oda mentek, megnyomjátok az X gombot, és össze tudjátok szintúgy az X gombbal kötni a vitrint, és elektromosságot fog kapni, ilyenkor elektromosságot kap a vitrin, mert vannak olyan deviánsok, mint például ő is, hogy igényli, ilyenkor 13,50%-kal növekszik a mood, illetve deviáns power recovery, tehát regenerálódás. Illetőlegesen ugye 5%-kal növekszik, hogyha ha hideg van körülötte, a red lightnál pedig 10%-kal. És itt említettem, ezek ugye eltérőek, tehát valaminek például csak toj kell, neki például kék lámpa kell, zenére van szüksége, és mutatja is, hogy turn on radio, tehát én leraktam ide egy rádiót, és be is kapcsoltam, úgyhogy ez így működik, szüksége van virágra. Egyébként ezt érdemes nektek kimaxolni, hogyha lehetőségetek van. Én nem nagyon foglalkoztam, megmondom az őszintét ezzel, de lehetőségetek van rá, hogyha szeretnétek, illetve az is nagyon fontos, hogy vannak bizonyos olyan deviánsok, mint amit most meg is mutatok nektek, mint például a gomba, vagy például van ez a bányászós deviáns, ami ugye a területeteken bányászik. Nagyon fontos az, hogy ezeket a deviánsokat ugye betegyétek magába a vitrinbe, ilyenkor lesznek ők aktívak a területeteken. Illetőlegesen, hogyha a combat deviánst használtok, mint én például a farkast, akkor nagyon fontos, hogyha beteszitek a vitrinbe, meg is mutatom nektek, most így kiveszem innen. Tehát alapvetőleg most nincs semmi a táskámba, oda kell mennem, és itt be kell kapcsolnom, tehát szinkronizálnom kell, ha ezt megnyomom. Látjátok, így villant egy effekt a táskán, ilyenkor a farkas bekerült a táskámba. Én ezt a farkast tudom használni, hogyha megnyomom hosszan az E betűt, akkor meg tudom adni neki, hogy harcoljon, autóatak. Ez azt jelenti, hogy megjelenik, és minden támad, ami körülöttem van. Van a designated target, aminek az a lényege, hogy amit én támadok, vagy én lövök, azt támadja ugyanúgy a farkas. Illetőlegesen van a securing opció, ami azt jelenti, hogy vissza tudom hívni a farkast. Ugyanis, ha én most lehívom, az azt jelenti, hogy megjelenik, és ha jobb oldalt lenne, majd benagyítok nektek a videóba, mutatja, hogy megy lefele a csíkja. Ugye, hogyha az a csík lemegy, automatikusan visszakerül a táskába, de hogyha mondjuk már megölte az ellenséget, és nem akarjátok, hogy teljesen lemerüljön, megnyomtok egy E betűt, de megnyomjátok azt, hogy recall, és ilyenkor visszakerül a táskánkba, és elkezd visszafele töltődni a karika. Nem tudom, hogy egyébként miért maradt itt a farkasnak az egyik ilyen ször része, de oké, na eltűnt. Úgyhogy érdemes egyébként ezzel is tartalékolni, és ezt mindenféleképpen figyelembe menni, hogyha használjátok a deviánst. De akkor térjünk is át azokra a deviánsokra, akiktől egyébként lootot tudunk beszedni, mert sok ilyen van. Azok a deviánsok, akiknél lootot tudtok beszedni, annak az a lényeg, hogyha megnyitjátok, akkor itt lesz egy ilyen kis külön panel, ahol gyűjtik neked a dolgokat, rámegyünk arra, hogy claim, és be tudjuk gyűjteni. Például itt van a bányász deviáns, be tudjuk gyűjteni, amit szed, be tudjuk gyűjteni szintúgy, amit szed, és egyébként ez bizonyos időnként töltődik. Tehát, hogyha például rámegyek a kockára, itt látjátok, itt mutatja is. És egyébként ezt el is tudjátok olvasni. Tehát, hogyha nyomtok egy i-betűt, bementek a deviánsokhoz, és mondjuk rámentek erre az adott bányászós deviánsra, akkor írja is, hogy works in the territory to gather ores or work at the mining operation platform. Tehát a területeden dolgozik, és érceket bányászik, illetőlegesen a bányászgépnél tud még dolgozni, ugye, ami ott van, és mint láthatjátok, az enyém ott is dolgozik, és szedegeti nekem szépen a vasat. Tehát érdemes elolvasni, hogy melyik deviáns mit tud. Nagyon fontos, hogy a gomba, a Rubik kocka, ami egyébként egy magyar találmány, szóval a Rubik kocka, a gomba, a bányászós deviáns, illetőlegesen, mint például a kokáért, itt van nekünk ez a kis gép, ő gyűjt nekünk dolgokat,
a majomnál is tudunk ilyen cintányírokat begyűjteni, tehát érdemes megfelelő módon elosztani a teritorinkon lévő dolgokat, illetőlegesen például itt van nekünk ez a Harv Seed nevezetű deviáns, nála is tudunk begyűjteni. Neki például a Living Armor, illetve a Living Armorhoz kell, azt hiszem, ide jött egy néző. Szóval a Living Armorhoz kell neki a kraftolása, de egyébként ezt meg is tudjátok nézni, hogy ha kraftolni akartok valamit, akkor melyik deviánsnak milyen szükséges ahhoz, hogy be tudjátok gyűjteni, és le tudjátok belőle kraftolni a dolgokat. Úgyhogy nagyon fontos, egyébként a gombát azt meg is tudom mutatni nektek, például itt a területemen tevékenykedik, begyűjtögeti a növényeket, illetve a dolgokat begyűjtögeti, és ilyenkor csak oda kell mennem a gombához, hogyha begyűjtötte, és begyűjteni itt a dolgokat. Hogyan tudtok jobb deviáns szerezni, tehát tegyük fel, például itt van nekem a farkas, 3-as rating, 2-es activity rating, illetve deviation traceből 2-es. Ez egy teljesen jó farkas, lehetne jobb, van lehetőségetek farmolni, ott, ahol a... Közel, bocsánat, csak itt kérdezték, hogy megy a live, aztán válaszoltam, hogy most videót veszek fel. Úgyhogy, szóval úgy tudtok jobb deviánsokat kifarmolni, hogy például, hogyha a gombát szedtétek, az azt jelenti, hogy továbbra is elmentek gombákat szedni, és reménykedtek abban, hogy kaptok egy nagyobb szintű gombát. Például látjátok 5-ös skill ratingű, tehát ennél jobb nekem nem kell, nekem ez már bőven jó. A farkasból mint például egyébként lehetne jobbat szerezni, de egyelőre én ezzel tökéletesen megvagyok. Minden deviánsnak megvan az adott szintje, adott statjai. Egy deviánsból maximum 5-ös szintűt tudsz szerezni, tehát dobhatsz 1-est, 2-est, 3-ast, 4-est, 5-öst, max az 5-ös. A statok pedig teljes mértékben véletlenszerűek. Ez azt jelenti, hogy mondjuk te elmész mondjuk dungeonbe, ugye a farkas, ahol én például farmoltam, a farkas az például ugye a farkas bossnál esik, ugye a 40-es szintű farkasnál, teljesen random, hogy hogyan dobja, tehát nyomhatott-e normálon, nyomhatott-e hardon, nyomhatott-e prón az adott dungeont, nem releváns, nem fogja befolyásolni neked a deviásnak a drop rate-jét. Ez teljes mértékben random, ez azt jelenti, simán lehet, hogy mondjuk mész egy normált, és kidobja neked elsőre a level 5-ös szintű farkast a legjobb statokkal, az is lehet, hogy lenyomsz mondjuk 10 darab prót, egyszer se dobja ki, vagy legyomsz 5 darab hardot, és kidobja mondjuk a legnagyobb szintűt a legjobb statokkal. Tehát egyébként lehet ezzel órákig szívni, hogy megkapjátok a megfelelő deviánst, amire szükségetek van, de ténylegesen megéri, mert mind a teritoritokon egyébként eléggé jó funkciókat töltenek be, tehát például a macska, ha lefekszel aludni, vagy ilyesmi, akkor oda jön melléd, és akkor gyorsabban tudsz pihenni. A gomba konkrétan a növényeket leszedi neked, és gondozza. A Rubik kocka például termel neked kockát, és tudsz teleportációs cuccot csinálni. Ők például bányásznak a területeden, nem kell elmenned vasat bányászni, meg érceket. A Dinosaurus az például arra jó, hogyha kaját csinálsz, akkor extra buffokat ad a kajára, illetve gyorsabban megcsinálja neked a kaját. Vagy itt van például egy combat deviáns, vagy akár például itt van a farkas is, ők ugye harcolnak veled. Úgyhogy lehet farmolni ezeket a deviánsokat, lehet, hogy egy kicsit időigényes lesz, lehet, hogy egy kicsit sokáig fog tartani, de az is lehet, hogy rögtön elsőre kiesik. Na de mi van akkor, hogyha megtelik az inventorid deviánsok terén, és nem fér már el több deviáns nálad, hol tudod ezeket eladni, illetve mi történik akkor? Most nem kell megijedni, hogyha szerzel egy deviáns például dungeonbe, és nem fér el az inventoridba, akkor nagyon egyszerűen bemész az e-mailedbe, és ezeket e-mailben megkapod ezeket a deviánsokat. Viszont nagyon fontos, hogy ezek az e-mailek lehet, hogy törlődnek egy bizonyos idő után, tehát érdemes ezeket egyébként azért eltárolni még mielőtt kitörlődnek. Tehát neked nincsen más dolgod, mint bemész az i-betűbe, megnyomod ezt a sziget ikont itt jobb oldalt lent, rámész arra, hogy Export Resources, itt rámész arra, hogy Island Shop, rámész arra, hogy Sell,
És itt lehetőséged van eladogatni azokat a deviánsokat, amikre neked jelenleg már nincsen szükséged. Így helyet tudsz felszabadítani, rányomsz bal klikkel, és szépen eladogatod. Így helyet tudsz felszabadítani, hogy még több és még újabb deviánsokat tudj szerezni. Nagyon fontos, én például az ilyen egyes tatú deviánsokat a helyetekben fixen eladogatnám, és csinálnék helyet az újabb deviánsoknak. Tehát igazából ti ezzel csak helyet csináltok, újabb deviánsokat pedig bármikor tudtok szerezni, tényleg nem egy nagy vasszizasz az egész. Lenyomtok dungeonöket, minden deviánsnak megvan, hogy mit kell igazából csinálni. Tehát itt el tudjátok ezeket adogatni, és helyet tudtok felszabadítani a deviánsoknak. Tehát nem is mutatom, én most csináltam például nekik helyet, és tadám, az e-mailből meg is kaptam őket. Úgyhogy srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Találkozunk a következő videóban. Addig is sziasztok, és ne felejtsétek el, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, ezzel jelzitek, hogy tetszik és szeretnétek folytatást. Illetve mindenféleképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Nemrég meglett az 5000 feliratkozó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Baromira hálás vagyok nektek, és nagyon szépen köszönöm tényleg a rengeteg csatornatagot, a rengeteg donétat, illetve támogatást. Tényleg nekem ezzel nagyon sokat tudtok segíteni a csatorna fejlődésében, illetve jövőjében. Én igyekszek nektek folyamatosan napi szinten streamelni és tartalmakat gyártani, és tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek. És nem felejtsétek el, srácok, lányok, gyertek fel a Discord szerveremre, megtaláljátok a leírásban. Itt tudtok másokkal játszani, beszélgetni, vagy akár velem is játszani, beszélgetni. Illetőlegesen a videókat, a streameket mindig megosztom a Discord szerveremen többször is, hogy aki esetleg nem értesült róla, az értesüljön. Úgyhogy várlak titeket a Discord szerveremen, illetve a YouTube csatornámon, a community, azaz a közösségi részben kidobtam egy szavazást, hogy mi legyen a következő videó. Ha szeretnél, akkor mindenképpen dobd te is a szavazást, hogy milyen videót látnál tőlem szívesen következőnek. Sziasztok!